Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Food TV nézőit. Önök vallási műsorunkat látják, melyben nagyon sok szeretettel köszöntöm Sebők Sándor plébánost, dicsértessék a Jézus Krisztust! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket is, és téged is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél hozzánk. A gyónásról fogunk ma beszélgetni. A gyónásról, ami talán az egyik legtöbb kérdést felvető szentség. Nem csak a protestáns szempontjából, nem csak a nem keresztények szempontjából, hanem talán még a katolikusok szempontjából is. De hogy a gyónást megközelítsük valahonnan, hát tisztázok azt, hogy a katolikus egyház egyáltalán mit tekint bűnnek. Mert ez sem annyira egyszerű. De még mielőtt erre rátérnék, hagy eszembe jutott, amit Gyökösi Bandi bácsi mondott, a neves református teológus, lelkipásztor és pszichológus, Jungnak a tanítványa, hogy milyen jó a katolikusoknak, hogy gyónhatnak. Ezt csak úgy zárgatom, mondtam. Ő is gyóntatott egyébként. No, szóval én azt gondolom, hogy hát azzal a kezdenem, hogy József Attila mondott, hogy a bűntelenség vétek. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy nincsen bűne, azzal vétkezik a legjobban. Onnan lehetne kiindulni, hogy ha én elfogadok egy szeretett kapcsolatot, akkor mindenben meghatározó kell, hogy legyen számomra az a kapcsolat. És sajnos tudok olyat tenni, ami vagy nem felel meg a kapcsolatnak, vagy pedig egyenesen ellene van a kapcsolatnak, és ez a bűn. Amikor visszautasítom a szeretetet, tehát valakinek a szeretetét, főleg ha annak a szeretetéről van szó, akinek a szeretetét már egyszer elfogadtam. És nyilván itt két alapvető bűnfajtáról lehet szó, van, amelyik csak megsebzi a kapcsolatot, és van, amelyik keresztül vág, tönkreteszi a kapcsolatot végérvényesen. Tehát Istennek nem tetsző dolog? Igazából úgy is lehetne mondani, nem az Istennek nem tetszik, magamat teszem vele tönkre. Tehát én tönkre teszem az Istennel való kapcsolatomat. Isten szeretettel bombáz engem, és ezt a szeretetet vagy visszautasítom, vagy pedig nem veszem túlságosan komolyan. Tehát nem a kapcsolatnak megfelelően élek. Gyerekeknek szoktam mondani, olyan, amikor egy virág, amelyik ott van a napon, az fog egy naperjút, és feje fölé, hogy nem kell nekem a nap. Na most az a napnak rossz? Nem. A virág fog tönkre menni benne. Tehát, de nem lehet viszonylagos a bűn ezek szerint? Nem, én azt gondolom, hogy a bűntudat az mindig függ a kapcsolattól. Tehát akivel nincs, ha valahol nincs kapcsolatot, nincs bűntudat. És az emberek egy részének azért nincsen bűntudata, mert nincs kapcsolata. És minél mélyebb a kapcsolatom valakivel, annál erősebb a bűntudatom. Egy vadidegennek mondok valamit, az is rosszul eshet, hogyha úgy érzem, hogy megbántottam, de valaki a barátjának, vagy a házastársának, vagy az édesanyjának mondja ugyanazt, sokkal mélyebben érintheti, vagy teszi ugyanazt. De azt hogy látod, hogy nehezebb ma bűntelenül élni, mint régebben? Azt gondolom, sose volt könnyű bűntelenül élni, ahogy Szent Péter apostol, hogy minden nap nagyon sokat vétkezik, apróbb dolgokat. De ahhoz, hogy az ember bűnt kövessen el, azért azt tudva is akarva kell tenni azt. Tehát az egyházunk azt mondja, hogy a bűn az, amikor tudva is akarva fordulok szembe az Istenre, és egy más képet használok, vagy fordulok el az Istentől, vagy teszek, hogy tehát véletlenül nem lehet bűnt elkövetni. Véletlenül lehet nagyon rossz dolgokat tenni, de bűnt elkövetni nem lehet. És ezt már a gyerekekben is nagyon szeretem bele súlykolni, hogy ne legyen fölösleges lelkiismeret furdalásuk. Hogyha rálép egy hangyára véletlenül, az nem bűn, de az nem bűn. Kifejezetten igen. Direkt teszi ezt. Igen, vagy pláne még az a szórakozó, hogy kínoz egy hangyát is, hogy az már bűn. Bűn. Igen. De sokszor nem tudjuk, hogy bűn, amit teszünk. Akkor vagy pedig bűn. Valami kibúvót keresünk. Akkor nem bűn. Tehát a bűnnek a létrejötte függ attól is, hogy tudva történt-e, vagy akar, lehet, hogy tudom, hogy nem szabad tenni, és nem akarom megtenni, akkor megint az csökkenti a beszámíthatóságot. Vagy nem tudom, de megteszem. Tehát nálunk ugye katolikusoknál kötelező szentmisére menni minden vasárnap. Most valaki eltéved van, per abszolút lehetséges, azt gondolom, hogy még szombat van, és alszik délutánig, nem követel bűnt. Na de hogyha kifogásokat keresek, és találok, és ezért azt hiszem, hogy nem bűn. Hát, hogyha mindig a lelkiismeret dönti el. Tehát ha nyugodt lelkiismerettel teszek valamit, akkor nem követek el bűnt. Ezt megint Pál apostol írja, hogy mindaz, ami nem lelkiismerettel történik, az a bűn. Tehát, hogyha egy nyugodt lelkiismerettel teszek, vagy lehet, hogy téves a lelkiismeretem, és én nyugodt vagyok benne, akkor megint csak nem követek el bűnt. Ugyanakkor felelős vagyok a lelkiismeretemért. Ez egy másik kérdés, hogy megtettem-e mindent, hogy helyes legyen a lelkiismeretem.
Nem egyszerű ez a kérdés, hiszen azért nagyon sokszor van olyan, amikor megteszünk egy bűnt, igen. És mi arra azt mondjuk, hogy ez nem volt bűn, mert egyszerűen tényleg nem volt más lehetőségem, vagy belekényszerített valaki ebbe, úgy gondolom, hogy nem lehet, nem volt más választásom, vagy igen. Tényleg kifogásokat keresek, de attól az még rossz, az még bűnnek, bűn marad. Rossznak mindenképpen rossz, de nem hiszen bűn. Mennyire bűn, az attól függ, hogy mennyire veszik el a külső körülmények, a beszámíthatóság. Uh-huh. Ez még a polgárjogban is így van. Tehát vannak olyan körülmények, amelyek csökkentik az emberek a beszámíthatóságát. Indulatok csökkenthetik, téves fölismerések csökkenthetik, kényszerítő helyzet, de soha nem veszik el. Tehát gondoljuk arra, hogy a polgári törvénykönyv, és az, hogy parancsra tettem, az nem mindig felmentő ok. Tehát vannak, amik csökkenthetik, de nem veszik el. Ha már a polgári törvénykönyvet említetted, ugye nagyon nagy eltérés van ma a katolikus egyház által bűnnek mondott igen. dolgok között, és amire mondjuk esetleg nem büntethető a polgári törvénykönyv igen. szerint. Sajnos, igen. Erről mit gondolsz? És nem csak a katolikus egyház, hanem hála Istennek a hívő csak emberek ez nagyon megnehezíti a hívő embereknek is a igen, hát az életét igazából, igen. Igen. Mert igen, hogy azt mondja, hogy hát ezért nem büntet meg az állam, ezért igen. nem büntethet meg a többi, igen. ez törvényileg, nem, törvényt nem sértek ezzel. Igen. Hát ha egy olyan társadalomban élünk, amely a természettörvényeket nem veszi figyelembe, például az élethez való jogot, ami természettörvény, igen. akár a foganástól kezdve egészen az élet végéig, ugye gondolok az abortuszra, eutanáziára, egy olyan társadalomban élünk, amely így, és ezt még propagálja is, hogy ezt nem kell figyelembe venni, és megmagyarázza. Propagálja ezt, hogy ez nem bűn. Igazából ezt nem bűn, az biztos, hogy feladat a keresztény embernek, de ez mindig is így volt. A római társadalomban is így volt, és ebben a rothadt római társadalomban lépett be a kereszténység, és éppen azzal tudott fönnmaradni és hódítani, hogy egy magas szintű erkölcsi mércét állított föl. Mert a jobbérzésű emberek érzik, hogy valami nem stimmel. Ugyanez van a homoszexualitással is. Mi betegségnek tartjuk, szeretettel kezeljük a homoszexualisokat, de nem mondhatjuk azt, hogy ez a helyes. És helytelenre tartjuk ennek a propagálását bármilyen formában is. És várták most a Szent Atyát, hogy majd miben fog változtatni, ezekben sose fog változtatni. Ez természettörvény, ez a szívünkben van írva. És aki ezt fölismeri, az képtelen ezen változtatni, és nem is szabad, hogy változtasson. Az más kérdés, hogy egy kificamodott lelkű társadalomban élünk, főleg nyugaton. Most sokszor mondják, hogy a mulasztásból eredő bűnök akár többek is, vagy gyakoribbak is, mint amit megteszünk igen. cselekvésből. És ez jó, hogy mondod, mert ugye gondolattal is lehet vétkezni, mert a bűn mindig belül kezdődik a jóváhagyással. Aztán szóval lehet vétkezni, a nyelven borzalmas, nagyon vészes. Olvassuk el a Szent Jakab apostol levelét, abban kiderül. Aztán a cselekedettel és a mulasztása, a jónak az elmulasztásával. És ez megint akkor, amikor tudatosan mulasztok. Tehát amikor tudom, hogy mit kellene csinálnom, és nem teszem meg, azzal nem csak nagyon sok rosszat lehet tenni, hanem vétkezek. A állapotbeli kötelességeim ellen vétkezhetek, a felabaráti szeretet ellen vétkezhetek mulasztással. Bizony ez sokszor kimarad az emberek lelkiismeret vizsgálatából. Ezzel talán nem sértünk gyónási titkot, hogyha megkérdezem, hogy látod, hogy bizonyos bűntípusok felerősödtek az utóbbi időben? Hát én 40-valahány éve vagyok pap, én azt gondolom, hogy igazából nem. Talán azért, mert akik gyónnak, azoknak a lelkiismeretét azért mindenképpen az Istennel való kapcsolat irányítja. Tehát azért jelentősen nem erősödtek föl. Minden bűn mindig előfordult, amióta a világ, és amióta 43 éve pap vagyok, de talán azt mondanom, hogy ez a réteg, amelyik komolyan veszi az Úristent, vagy komolyabban veszi, talán nem. Nem, én azt gondolom, hogy nem tudnék olyat mondani, ami felerősödne. Még az sem, hál' Istennek, hogy eléggé liberális módon kezelik Magyarországon az abortuszt, az sem erősödött föl. Tehát nem több, mint bármikor volt az én papi életemet tekintve. És ugye a bűneinkkel mit kezdhetünk? De talán még annyit, hogy ami megint nem tartanak bűnnek, a házasság előtti nemi élet, illetve az együttélés, ami megint természettörvény. A házasság ez egy csodálatos dolog. Na ez erősödött, ez valóban így van. Tehát nem tartják ezt elvetendőnek, hogy évekig együtt élnek, és utána házasodnak meg. Nagyon örülök, mikor megházasodnak persze, de ez mindig elmondja, hogy ezt nem így kellene csinálni, és akkor belátják, hogy ez így van.
Többnyire. Bocsánat, igen. Hát, hogy a bűnökkel mit kezdhetünk? Ugye van egy óriási lehetőségünk. Igen. Hát nyilván, ha aki ellen vétkeztem, azzal igyekszem rendezni a kapcsolatom. Ez az emberi kapcsolatokban is így van. És a rendezésnek a módja emberi kapcsolatokban is a bánat. A bánat az nem azt jelenti, hogy krokodilkönnyeket hullatok. A bűn azt jelenti, hogy elfordulok attól, akit szerettek, alapjában vagy megbánt. A bánat azt jelenti, vissza akarok fordulni, és igyekszem nem megbántani. Ez lehet nagyon őszinte akkor is, amikor az ember tudja, hogy még meg fogom bántani. Az élet az, amit a jégpálya. Egy normális ember, ha elesik a jégen, nem úgy áll fel, hogy többet újra el akarok esni, 2 perc, nem akarok elesni, de valószínűleg el fogok esni, amíg a jégpályán mozgok. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet megvetni azt az embert, aki újra meg újra föláll, és hogy becsülni kell. Sőt, én azt szoktam mondani, hogy mi a különbség az optimista és a pessimista keresztény között, hogy megyünk az Úristen felé. A bűn az, amikor hasra esünk, elvágódunk. A pessimista azt mondja, már megint elvágott a borzasztó. A optimista azt mondja, egy testhosszal közelebb kerültem az Úristenhez, és azért kerültem közelebb, mert a bűnbánatban, a kiengesztelődésben megélhetem, hogy mennyire szeret engem az Isten. Mint az emberi kapcsolatban, gondolj egy házasságra. Aki megbántotta a másikat, és bocsánatot kapott, örül, hogy engem így is lehet szeretni, ez fantasztikus. Aki megbocsát, az meg örülhet annak, hogy milyen jó, hogy szerethetem őt, és megadom neki ezt a lehetőséget. Tehát egy jó kiengesztelődés után mindig magasabb szinten folytatódik a kapcsolat, mint előtte. Egy jó emberi kapcsolatban is így van. És így van az Istennel való kapcsolatban is. A dolgot nehezíti az Istennel való kapcsolatban, Isten nem érzékelhető, fogható, és ezért segít nekünk az Úr Jézus. És ezért nagyon nagy érték a bűnbánat szentsége, amit népiesen Szent Jónásnak mondunk. Mert mikor Jézus a föltámadása után bement az apostolokhoz, és azt mondta, hogy vegyétek a szenteket, akinek megbocsátjátok, bocsátatni, akinek nem bocsátatok meg, nem lesz megbocsátva, tulajdonképpen nem a pap bocsát meg és az apostolutot, ő csak közvetíti Isten megbocsátó szeretetét. Aki érzékelhető a bűnbánó számára, van visszajelzés, nagyon fontos a visszajelzés. Hát milyen borzasztó az, amikor valakit az ember bocsánatot kér, és nem szól semmit. És lehet, hogy tudom, hogy megbocsátod, de mondja egy mosollyal, egy szóval. Isten a papon keresztül üzen, az egyházán keresztül üzen, hogy te, rendben van minden, nyugodj. Nem a pap oldoz fel. Nem a pap. Amikor a pap feloldott, Krisztus oldott fel. Uh-huh. Mint hogy nem a pap keresztel, hanem Krisztus keresztel. Ezt a szentségek kiszolgáltatására, mi ezt nagyon így mondjuk. Ez régi megfogalmazás az egyházban. És ez nagyon benne van az emberben az is, hogy szabadulni akarjon a bűneitől. Hát voltak olyan népek, ahol olvastam, ahol gödröt ástak, belemondták a bűneiket. Aztán ugye a bűnbak fogalma is honnan, rátették a kezüket egy sötét színű zergére, kecskére, zsidóknál is így volt. Elmondták a bűneket, és kizavarták a pusztával, vagy pusztőnél, vagy Asszurbanipálnak a cserépkönyvtárával találtak olyan cserepeket, amely bűnök voltak írva, és látható, hogy szándékosan törték össze, és egy szabadulni akarás a bűneitől. És nagyon naív ember az, vagy fejét a homokba dugja, aki azt gondolja, hogy saját magát meg tudja szabadítani. Nem. Nagyon jó példa erre Dostojevszkijnek a bűn és bűnhődése. Dostojevszkij csodálatos, ugye a nagy lélekbúvár, és ugye Raskolnyikov, aki megmagyarázza magának a diák, hogy miért ölte meg azt az öregasszonyt, nem tudja magát felszabadítani. És akkor kezd igazán megnyugodni, amikor legalább emberi igazságszolgáltatással is föladja magát. És ugye a Szonya hatására, aki a legcsodálatosabb alakja, megint csak az egyik legcsodálatosabb alakja a regénynek, ugye a hitre tér. És a hit igazán a hit, amikor az Úristen, amikor tud hinni, vagy Isten veszi le róla ezt a terhet, akkor tud megnyugodni. És amikor Szibériába száműzik, ugye Szonya oda költözik a tábor mellé, és minden nap együtt olvassák a Szentírást a kerítés mellett. Szóval ez egy nagyon jó példa arra, hogy az ember nem önmegváltás, nincs önmegváltás. Csak megváltók van, aki leveszi rólunk a terheket, ha van elég hitünk, hogy oda tudjuk adni. Hát Izaiásnál mondja az Úr, hogy ha olyanok lennének a bűnetek, mint a skarlát, a hónál fehérebbre moslak titeket. Vagy olyan messzire dobom a bűneteket, mint az ég van a földtől.
Tehát Jézus is, hát nem akarom bűnös halált, hogy megtérjen is ilyen. Na, sok szentírási idézetet lehetne mondani. És a gyónás az olyan, hogyha nem lenne, ki kéne találni. Egyébként a mai ember is gyóni, csak elmegy a pszichológushoz. Jó pénzeket fizet a pszichológusnak, és nem oldja meg a problémát. Hány olyan emberrel találkoztam, aki a pszichológus által jött el hozzám, és egy jó kimerítő beszélgetés és szentgyónás és feloldozás után érezte azt, hogy újra egyenesbe jutott az élete. Szóval ez egy fantasztikus. De azért sok mindenkinek negatív tapasztalata is lehet a gyónással kapcsolatban, vagy pedig úgy képzeli el, mint akár mondjuk gyerekkorában, egész kicsi gyerekkorában, hogy igen. Azért ezt biztos te is hallottál, vagy persze, olyan papokról, illetve negatív, olyan gyakorlatról, igen. Amikor tényleg csak abból áll a gyónás, hogy soroljuk fel, hogy igen, csúnyán beszéltem, veszekedtem a szüleimmel, nem tudom mi, tehát egész picikorban, és akkor, hogy hát biztos felnőtt korban is csak így fel kell sorolnom, el kell darálnom a bűneimet, általános bűnöket, amiket biztos elkövettem, inkább mondom, inkább többet mondok, és akkor a pap majd feloldoz, és kész, most tiszta lappal indulhatok újra. Tehát azért nem ez a gyónás. Én most azért három tényezőt mondanék, függ a gyóntatótól, hogy sikerül egy gyónás, hogy függ a gyónótól magától, és nagyon függ a körülményektől. Gondolok itt arra, hogy mikor az ember templomba gyóntat, és látom, hogy 10 állnak kint, vagy 20 még a gyóntatószék előtt, akkor bizony nincs időm arra, hogy túlságosan mélyen elbeszélgesek. De van ennek a fajta gyóntatásnak egyáltalán értelme? Tehát van, itt van a szentmise előtt, vagy közben is van? Van, itt most igen, van, főleg akkor, hogyha a gyónó jól előkészül a szentgyónásra. Uh-huh. Mert ez is valami, a szentmise otthon kell készülni. És egy megfelelő bűnbánattal, átgondolva a bűneimet, és igazi megújulás szándékával jövök el gyónni, akkor a gyóntatónak néhány szava, és az a tény, hogy én hittel leteszem a bűneimet, és a feloldozás, az már megszabadít. És azt szoktam mondani, akinek ennél többre van szüksége bizonyos dolgokat átbeszélni, mert nem csak arról van szó igazából, hogy leteszem a bűneimet, akkor hogyan tovább? Akkor jöjjön be, és tudunk erre alkalmat adni, hogy beszélgessünk. Tehát annak is van értelme. Most visszatérve, én nagyon sok függ a gyóntató személyétől is. Én hálás vagyok a Jóistennek, mert olyan tanáraim voltak, akik azt hiszem megtanítottak bennünket, Sanyi atyát is beleért, együtt végeztünk egy évvel később, nagyon jól megtanítottak gyóntatni. De mindig van gyóntatási továbbképzés is. Mátra Vermés Szentkúton a ferences atyák szoktak ilyen szervezni, ami nagyon hasznos dolog, és ahol tényleg a gyóntatókkal foglalkoznak. Nagyon sok pap már elvégzi a mentálhigiénés tanfolyamot, vagy kurzust is a SOTÉN. Tehát azért van továbbképzésünk, de így is függ a temperamentumtól, meg sokszor a papnak a lelki állapotától, ideg állapotától, szóval, hogy mennyire türelmes és mennyire bölcs. De én azt szoktam mondani, igazából mindig hárman vagyunk, a Szentlélek, a gyónó meg én. És én nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy olyat mondtam a gyónónak, amit nem is gondoltam, hogy éppen erre van szüksége, mert Szentlélek dolgozik. Most a másik tényező, ugye a gyónó, én a gyerekeket azért szeretem gyóntatni, mert ott kell élményt adni a gyereknek. Igen. És az első áldozatokat különösen szeretem gyóntatni, és amikor izgulnak szegénykém, és úgy jönnek ki a gyóntatószék, hogy mosolyognak, hát kell annál több. És az egy fantasztikus élmény, amikor látom azt a gyereket, hogy tényleg a szülők mondják, éppen most volt a gyerekek gyóntatása nem régen, az őszi első áldozóké, és azt mondja a szülő, hogy te teljesen megváltozott ez a gyerek. Olyan komolyan csinálja, a próbáj, mikor technikailag próbáltak, hogy kell gyóni, még nem volt gyónás, ökörködtek a gyerekek, hülyeskedtek. Most meg úgy álltak ott a gyóntatószékkel, de érezték a mélységét, a komolyságát, és nekem az a legnagyobb örömünk, hogy örülnek a gyerekek a gyónásnak, és tudnak hinni abban, hogy tényleg megtisztult a lelkük. És egy jó gyónás után az ember 50-60 centivel lebeg a talaj fölött, ezt szoktam mondani. Egy jó gyónás, tehát akkor igen, ez a jó gyónást, hát... Meg kell találni a jó gyóntatót. Meg kell a gyóntatót. És hogyan kell lelkiismeret vizsgálatot végezni? Hát ennek több módja, mindenképpen mondja, hogy teremtsen csendet magában és maga körül az ember. Az elején szálljon rá időt, tehát kutyafuttába az igazán nem jó. Az is kevés többnyire, hogyha csak még várakozok a gyónásra. Tehát ezt legjobb otthon megtenni. Én azt is szoktam ajánlani, még a felnőtteknek, és hogyha kell, akkor nyugodtan írják fel a bűneiket, nem kell szégyelni. Főleg a rohanó világban, hogy ne felejts el.
és kérje a Szentlélek Úristent, hogy Szentlélek Úristen segíts nekem, ami eszembe is jönnek a bűnei, igazán meg tudjam bánni. És akkor vagy a 10 parancsolatot veszi végig, és minden parancs, hogy mit vár tőlünk az Isten, és mit követtünk el, vagy pedig ilyen csoportokat csinál. Tehát Isten és az én, a Istennel való kapcsolatom, a családommal való kapcsolatom, egyáltalán emberekkel való kapcsolatom, a hivatásom, aztán a önmagammal való kapcsolatom, tehát így vizsgálja meg az ember. Tehát, ezért ez érdekes, mert egy bűnös ember, és már magát is bűnösnek vélő ember, hogyan tudja a saját erkölcsi állapotát helyesen megítélni? Hát ez van úgynevezett lelki tükör, tehát azért van irodalma ennek, tehát nagyon sok segítséget kaphat az, aki ezt igényli, szempontokat a saját maga megítéléséhez, és nagyon sokat jelent a gyóntató, és ezért fontos, hogy állandó gyóntatója legyen az embernek, mert a külső kontroll az nagyon sokat segít. A gyóntató egymell lelki vezető is? Vagy nem az a jó, hogyha ha ez a két személy ugyanaz? Van gyóntató, aztán van állandó gyóntató, és abban kialakulhat egy lelki vezető, ami annyival több, hogy ott nem csak a bűn kérdést tudom megbeszélni, az élet helyzeteimet is. Ami nem azt jelenti, hogy dönt helyette, nem dönthet. Kíséri az életemet külső kontrollként, és esetleg bölcs tanácsokat. A döntés mindenképpen nekem kell meghoznom minden területen, legfeljebb kikérem a véleményét. És nagyon fontos a lelki vezető, azt mondja Thomas Merton, egy ír származású francia trappista szerzetes, a hét lépcső helyet mindenkinek nagyon ajánlom, az önéletrajzát, ő a 21. század egyik lelki vezetője. Meghalt már, hogy a lelki vezetés és annak a hiánya úgy bizonyít egymáshoz, mint az életszentség és a középszerűség. Tehát mindenkinek igazából szüksége lenne állandó gyóntatóra, vagy lelkivezetőre. Olyanoknak meg különösen fontos hivatások van, tehát pedagógusoknak, papoknak. De nem hiszik egy el. Egy külső kontroll. Külső kontroll mindenkinek jó. És na jó, de hát mindenkinek ezt a nézők is biztos elismerik, hogy igen, nekem is kéne, de... Hol van? De hol van az, nehéz aki... Szerez. Nem is minden pap vállal lelkivezetés, mert úgy érzed, nincs hozzá karizmája. Hát nem könnyű, nem könnyű. De lehet, hogy valakinek a lelkivezetője, én nekem például most Kalocsára járok a lelkivezető, 30 éve ugyanahoz a papot járok, hogy oda költözött nyugdíjasként az atya, egy nyugdíjas atya, amikor szomszédok voltunk, Ladánybeni volt, én Lajos Mizsén, de hát én Kalocsára járok, mert ott van a lelkivezető, és valakinek Zalaegerszegen van. Csak hát nem lehet oda menni egy... Hát egy-két havonta meg tudja találni. Egy paphoz, hogy hát elnézést lenne a lelkivezető. Tehát, hogy azért voltak ez már, így is lehet kezdeni egy kapcsolatot? Vagy pedig úgy kell, hogy kipróbálom a gyónást, hogyha azért kell kölcsönös szimpátia. Szóval nehéz úgy lelkivezetni, nekem is volt ilyen esetem, hogy valami nem volt hozzá affinitásom. Igyekeztem böcsülettel szolgálni, de sokkal jobb az, amikor kölcsönös a szimpátia. És olyan tapasztaltál-e, hogy valaki inkább nem hozzád ment, mert esetleg előtted szégyelte a bűneit? Olyan is volt, és olyan is volt, hogy utána azért csak oda került hozzám, és akkor mondta, hogy másút volt, és akkor a boldog volt, hogy nekem is el tudtam mondani, mint lelkivezetőnek vagy gyóntatójának. Tehát valaki inkább egy másik városba megy szívesen, vagy aki többféle nem ismer annyira. Van. Vannak emberek, akik következetesen idegen papnál gyónnak. Valahogy magukat csapják be, mert az nem tud annyira segíteni. Azt szoktam mondani, az alkalmi... Hogy mindig más idegen papnál. Igen. Vagy alkalmi pap és a lelkivezető között, vagy az a különbség, mint egy elsősegély nyújtó orvos és a házi orvosom között. Házi orvosom a nyögésemből tudja, hogy mi a bajom. Mondta nekünk a piaistáknál, a hittanárunk, fiam, ha bejössz a gyóntatószékbe, a nyögésedből tudom, mi a baj. Óriási segítség. És vannak, akik hál' Istennek sokan, akik csak ismerősnél szeretnek gyúrni. És azért kell a kölcsönös szimpátia, ezt merem így, hogy tudjon mesztelen lenni a gyóntató előtt. Mert az, amikor olyan jó dolog, amikor valaki ott nem kell takargatnom, és tudom, hogy a hülyeségem és a emberi gyarlóság ellen is szeret, mert ő a gyógyító Krisztust akarja képviselni. Hát egyetlen orvos sem mondja, nem szégyeli magát magának, vak bele van, hát meg kell operálni, hát majd megfázott. Hát persze mondja azt, hogy miért nem öltözött föl, ezt mondja a lelkivezető is, de ezt nem vetem meg. És mi történik akkor, hogyha a feloldozás után még mindig gyötri a lelkiismeret a akkor azt hiszem, érdemes egy kicsit beszélni lelkivezetővel, valakivel, hogy segítsen
abban az illetőnek, hogy önmagának is meg tudjon bocsátani. Mert Isten nem hánytorgatja fel, igaz? Isten tehát nem. Amit megbocsátott, az elfelejt, az már elvileg. Az el van felejt, hogy így mondjam. Magunknak sokszor nehezen megbocsátani. Alázat hiány ez. Tudomásul kell venni a gyarlóságaimat. És aki tudomásul veszi, azt tud igazán előbbre lépni. A fölösleges görcsölés az meggátolja az embert a fejlődésben. És mi szokott az elégtétel lenni? Hiszen a feloldozás után a pap mindig mond egy elégtételt, egy valami, hát olyan büntetésszerű nem valamit. Inkább egy kis jóvált, Krisztus tett eleget a bűneinket. Tehát mi csak kicsit beledolgozunk ebbe, olyan, mint még az elefánt. Vagy akkor inkább ez egy ilyen kezdőlöket a jó út felé? Na most igen, tehát elégtételnek lehet egy olyan hatása is, vagy pedagógiai hatása, hogy afelé irányít, amit el akarnék érni. Tehát mondok egy példát, mit tudom, egy gyerek nagyon azt gyónja, hogy nagyon lusta és nem csinál otthon semmit. Mai napon szerez valami örömet anyukádnak. Vagy a legközelebbi takarításnál vállal oroszlán és a takarításban. Vagy egy férnek azt mondom, hogy régen mit virágot a feleségének? Hát vigyen virágot, vagy szervezze meg ezt a hétvégét úgy, hogy együtt legyen a család, és érezze a családja, hogy most maga a családjával van. Tehát minden pozitív dolog, tehát imádság, szentírásolvasás, önmegtagadás, bőt, tehát olyan elégtételt kell adni, amit el tud fogadni a gyónó, és ami konkrétan behatárolható. Tehát, hogy ne legyen probléma a gyónnak, most elvégeztem, vagy nem végeztem el. És aztán nyilván egy kicsit lehet mérni a bűnhöz is. Tehát ahogy az előbb mondtam, esetleg a bűn súlyosságához. Tehát mit tudom, hogy valaki abortusz gyónik, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy 9 hónapig hordta volna a babát, 9 napig minden nap imádkozzon, vagy tegyen valamit ezért, vagy azért. Tehát nagyon sokféle, ez a gyóntató találékonyságától is függ. Vagy ne azt mondja, hogy 10 mi atyánk és kész? Mert azért igen, ez volt a szokás. Is válogatja. Uh-huh. Most vannak olyan főleg idősebbek, akik számára az az imádság, ha elmondhat egy 10 rózsafüzért. Uh-huh. Nem tud saját szavakkal imádni. Akkor nek azt adom. Uh-huh. És hogyan változtat meg még a gyónás? Tehát most az elégtételen kívül. Vagy hogyan változtathat meg a gyónás? Hát a bűnbánat mindig benne van az, hogy szeretném jobban csinálni. És egy nagy lelki erőt ad az, hogy leteszem a terheimet, kapok egy-két biztató szót is, remélhetőleg a gyóntató székben, mert az fontos, hogy kapjon az ember. És ez hihetetlen egy erőforrás, hogy megtapasztaltam a gyógyító Krisztus. Ez megint a hittől függ, és akkor megint van egy lendülete az emberek. Persze elfordul ez a lendület, egy idő után alábbhagy. Most én úgy szoktam mondani, hogy gyónást egy szépen fölmegyünk, és akkor megyünk. Na most egy idő után az ember olyan, amilyen, elkezd lelkileg fáradni, most nem kell megvárni, még újra lemegyek mínuszban, hanem amikor már kezdek alanyulni, akkor megint egy szent gyónás. És nem csak akkor gyónunk, ha valami egetverő bűnünk van. Hála Istennek egy idő után az emberek nincsenek súlyos bűnei, ami elszakítana az Istentől. De apróbb dolog mindig van. És nagyon fontos, hogy a két gyónás között a napi bűnbánattal, lelkiismeret vizsgálattal tisztogassam a lelkem, és időnként 1 hónapra, 2 havonta, 3 hónapnál nem szeretném ritkábbra tenni a gyónást, azért a nem súlyos bűnöket is meg szoktuk gyónni. Mert mindig egy személyes találkozás van Jézussal, a gyóntatón keresztül erőforrás, egy lökést ad. Számodra a teher néha a gyónás? Amiket elmondanak, vagy ezeket? Ezt a tehert azt úgy kérdezem, hogy feldolgozandó, nehezen feldolgozandó? Hál' Istennek nem. Nem? Hál' Istennek nem. Nem, ez egy fantasztikus dolog, hogy annyira segít a Jóisten. Tehát a titoktartás nem tud nem plusz teher lenni? Nem. Ez érdekes, és szokták mondani, hogy még azok a papok, akik pálya elhagyók, a gyónási titót azok se árulják el. Mm-hmm. Az csak a filmekben előfordul, minden előfordul, minden. Meg a regényekben, de hála Istennek nem. Szóval ez egy olyan ettől csodálatos... sem kell tartani senkinek, hogy esetleg a pap majd nem, tovább senkinek mondja. Nem mondhatja el a pap, mm-hmm. senkinek. Egyedül a gyónó beszélhet arról, hogy mit gyónt. És én a gyónóval is csak akkor beszéltek a gyónásáról, ha ő megengedi. Tehát te meggyógysz nálam, és másnap találkozom veled az utcán. Nem is említheted. Azt mondom, Edith, emlékszel? Nem, Edith, akkor meg kell kérdezni, hogy beszélhetek erről. Uh-huh. És azt mondod, hogy nem, akkor nem. Mert az el van felejtve. Tehát ez nagyon fontos. Hát ott a gyónási titoknak az áldozata, Nepomuki Szent János, akit úgy szoktak ábrázolni,
mert a Moldvába dobta be a negyedik Vencer cseh király, hogy a száját az hidak mellett szokott egy ilyen szobor lenni. Vagy a I Confess, a Hitchcock film, nem tudom, láttad-e, vagy látta-e valaki, a gyónási titok áldozata, ami megtörtént esetet dolgoz föl, hogy vállalta a pap azt is, hogy halálra ítélik, mert úgy tűnt, hogy ő volt a gyilkos. És ő tudta, hogy ki a gyilkos, és nem mondta meg. Ajánlom ezt a filmet mindenkinek. Hogyan védekezhetünk az ellen, hogy újra ne essünk kísértésbe? Már ugye azt mondják, hogy a kísértés nem bűn. A kísértés nem bűn, sőt, nem romlottság jele, mert a darazsak is az édes körte körül donganak. Tehát azt jelenti, hogy sőt, ha legyőzzük a kísértést, igen, akkor ide. Ne keressük a kísértést, tehát a dőresség keresni. Aki szereti a veszélyt, az elvész benne, valahol benne van az Ószövetségi Szentírásban. Tehát de hogy legalább ugyanabban a bűnben essünk. Hát a bűn alkalmakat lehet kerülni, ugyanakkor a bűnöknek egy része a saját természetünkből fakad, vagy a körülményeinkből. Most ha valakinek van egy idegesítő kollégája, hát annak az vagy kerülje a kollégát, amennyire lehet, vagy pedig nagyon készül föl minden találkozásra. Vagy aki tudja, hogy lusta, hát az harcoljon a lustasága ellen. Vagy tudja, hogy robbanékony, tehát ezeket a körülményeket kell szemügyre venni, és azt gondolom, hogy a Szent Jónás a segít az akaratnak az erősítésében is. De hát azért ne felejtsük el, hogy a bűnök belülünk származnak sokszor, és hozzánk tartoznak egy ideig, egy kicsit, egész halálunkig. Olyan aranyosan ír a Sík Sándor az egyik versében, hogy papok fülébe, angyalok ölébe 50 éve mind ugyanaz gyónom, mert ugyanaz vagyok. De mindig egy picit előbbre halad az ember, és nem a haladás nagysága, hanem a befektetett munka teszi értékessé a lelki életünket. Az, hogy én hogy akarok szeretni. Hát egy házasságban is, hogy sokszor igyekszik egy házastárs adni, szeretni a társának, és nem mindig sikerül. De mikor látja az a másik, hogy igyekszik, ő mondja, jó, hagyd már nyugtó, úgy is szeretlek, tényleg látom, hogy akar. Vagy a Jóisten is ilyen velünk, szóval nagyon emberséges a Jóisten. És a másik véglet, hogy hogyan ne legyen örökös lelkiismeret fúdalásunk, vagy hogyan ne kerüljük a bűnt úgymond görcsösen. Amikor mindig azt a helyes lelkiismeret kialakítása nagyon fontos. Nehogy elkövessek valamit. Például ilyenek, vannak ilyen erkölcsi, morális alapszabályok, tehát a kísértés nem bűn. Csak tudva és akarva lehet elkövetni. Ha töprengek, hogy most súlyos bűnt követtem el, vagy nem súlyosat, és egy hitvalló életet élő ember vagyok, a nem súlyos mellett kell dönteni. Ha döntenem kell, hogy bűn vagy nem bűn, de egy gyakorló keresztény emberről van szó, nem egy laza lelkiismeretről, akkor a nem bűn mellett kell dönteni. Nagyon sokat segít. És csak tudva és akarva lehet bűnt elkövetni. Most a lelkiismeretnek két betegsége lehet. Az egyik az aggályosság, ahol minden bűnt szimatolok, már kénkövet érzi az ilyen magának. Egyetlen egy gyógyulás módja teljesen rábízni magát a lelkivezetőre vagy gyóntatóra, akkor is, ha úgy érzi, azonnal elkárhozik. Ez egy betegség, tehát itt az segít. Ezek nem tudnak súlyos bűnt elkövetni. Másik a laza lelkiismeret. A magyar tanárunk mondta, hogy alföldi ember volt. Tudjátok, milyen a laza lelkiismeret ember? Azt szokták mondani, hogy olyan laza a lelkiismeret, hogy az ördög gatyát var belőle magának. Szóval a semmi se bűn. Ez a nehezebben gyógyítható. Mert itt valahogy meg kéne rendülnie az embernek, fölismerni a szeretett kapcsolatot, ez már nehezebben gyógyítható. Tehát ez a lelki életnek, aszketikának mondják a lelki élet tudományát. Vannak olyan alapszabályai, amelyeket ha alkalmazunk, akkor nagyon sok gyötrődésre meg tudunk szabadulni. És azért fontos, hogy kisgyerekkortól kezdve jó gyóntatói legyenek valakinek, hogy ne alakuljon fölösleges bűntudat benne, hogy a helyén kezelje a cselekedeteket. Nagyon messzire vezetni ezt, csak azért mondom ezeket, hogy nem lehet ez, hogy lesöpörő az asztal, ezt a katolikusok gyónás, egy fantasztikus nagy dolog, és óriási és segítség lehetőség. Az emberek, és nagy lehetőség. Hogyha most valaki a műsorunkat látva úgy érzi, hogy szeretne gyónni, hogyan is, mint jelentkezhet, viszont nem szeretne esetleg beállni a sorba, igen, a mise alatt. Igen, azt hiszem, hogy a Sanyi atyát is megtalálja előbb-utóbb a templomba, kijövet bemenet. Tehát itt a fotón a Sanyi atya, és mi ketten vagyunk. Itt helyben, igen, és hát föl lehet hívni a telefonon, sokszor előfordul, fölhívnak telefonon, éppen és akkor ott egy elkülönített szobában, és akkor a plébánia egyik szobájában szoktam, és ottan leülünk szembe egymással, és akkor elbeszél, általában egy órát rá szoktunk erre szállni, a körülményektől függ, hogy mennyit,
Bár azt szoktam, hogy inkább többször találkozunk keveset, mint néha sok hosszú ideig, és csak a föloldozásra szoktam kérni, hogy térdeljen az illető. Egyébként nagyon sok helyen, nálunk gyóntatószékek vannak, ugye olasz mintára nyitottak, olaszokat nem zavarja semmi, ugye. Sok helyen már gyóntató fülkék vannak. Tehát egy kis szoba van, egy asztal, mint ahogy mi ülünk és így beszélgetünk. Szóval az úgy kicsit közvetlenem. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad nekem. Hát köszönöm szépen. Egy morzsányit ebből a témából. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra!